Biztosan nektek is feldobta már azt a reklámot az Instagram, Facebook, vagy YouTube, Twitter, akármi, TikTok, hogy egy szoba, ami úgy világít, mintha a galaxisban fotózták volna. Igaz, nem tudom, hogy ez pontosan így nézek ki, de biztos vagyok benne, hogy megvan nektek ez a fotó, ez a látvány. Nekem mostanában annyiszor dobta már fel, hogy meguntam, és megrendeltem. Ez egy King of West Gergő teszt epizód lett volna, ami már elég régen volt a csatornán, de én nem bírom ki. Ez a, bocsánat, ez a csodálatos szék, amit annyian megdicsértetek, nagyon jól néz ki, csak egy picit recseg. Szóval, hogy már annyira régóta itt van, elég érdekes hangokat ad ki, van benne más is következő részekre. Én ezt a galaxis lámpát ki akarom próbálni, főleg, hogy ugye a stúdiót éppen verem szét, és újítjuk fel, azért van itt mindenhol minden ledobva. De hozok is egy tutti juice-t, mert a hűtő az menő. Őszintén, az nagyon menő. Mielőtt kibontanám, meg akarok mutatni nektek pár ilyen képet Instagramról, hogy miről beszélek. Direkt már amúgy mentestem is el ilyet. Ez például itt egy poszt. Mint látjátok, elméletileg ez a galaxylamps.co, a fürdőszobárat is, igaz, nem tudom honnan jön a galaxis fény, de a fürdőszobárat is ilyen galaktikussá varázsolja, és nagyon jól néz ki, vedd meg most, ez egy csoda. De az ilyen gyönyörű, csodálatos setupoktól a csodálatosan megvilágított selfikig, elég jól néz ki. Na most, én azt mondom nektek, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. Én vásároltam, mit ez valami angol mond, én kerestem a neten egy olyat, ami egész jól van árazva. Ez 10.166 forintba került, amit én vettem, és figyeljetek, ezt a leírást fel kell, hogy olvassam. LED csillagos, galaxis projektor, éjszakai fény, óceán hullám, vetítés, bluetooth zenei hangszóróval, 8 watt gondolom, LED 10 szín, 21 megvilágítási mód, fényerő szint állítható távirányítóval, szín fekete. Szóval ez egy LED csillagos galaxis projektor, óceán hullám vetítés. Na, értitek, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy ez kicsit nekem sus. És ez az unboxingolló gyereke. Hogy ki az az unboxingolló? Hát, azt csak azok tudják, akik régóta néznek. Ó, boly, csomagban csomag! Vám 55-ször felbontotta. Még egyszer, ugye itt több dolog is van, mert ha már rendelek külföldről, akkor úgy szoktam rendelni, hogy szállítási úristen! Szerintem a LED csillagos valamivel bajok lesznek, ugyanis halálra van szakadva belülről a doboz. Szerintem ezt fogták a futárok, és úgy megtaposták, hogy nehogy legyen belőle LED csillagos. Még a telefonom is csörög. Szóval, a LED csillag... Jézus Máriám, én ezt komolyan vártam, hogy majd ilyen LED csillagos óceán megvilágítás lesz mögöttem. Na ez jött! Mint látjátok, enyhén megtaposott állapotban van, nem enyhén, hát ezt, hogy is mondják, rommá taposta valaki. A kérdés, hogy a LED csillagos dolog, az jó... Please, legyen jó! Uha. Hűha, na várjatok. Még menthető a dolog. Ez mi? Oké. Kezdem megkérdőjelezni a LED csillagos. Nem mintha idáig nem lett volna megkérdőjelezve. Hal? Hű, ez nagyon-nagyon romosnak néz ki. Na várjál. Itt vannak a LED csillagok? Én azt hittem, hogy ezt így kibontom és kész. Óceánvilágítás? Nekem kell összerakni, vagy mi van? Ne! Ó, egy valami leesett. Hát ez rommá van törve. Na most ennek biztos, hogy... Te Jézus Máriám! Mi ez? Te, milyen... 10.000 forintért vásároltam, srácok, ebben még nincsen benne a szállítás. 10.000 forintért ezt kapod. Na most... Azt hagyjam, hogy ki van húzódva, mert hát össze tudok én dugni dolgokat. De 10.000-ért? Wow. Szerintem ezt el se adhatnák. Meg az, hogy széttört, az nem kifejezetten a gyártó hibája. De... Persze ő is odafigyelhetne jobban, hogy kivel szállít és hogy szállít. Ugye nekünk is az elején tutti juice-zal voltak problémák a webshop szállításban, sőt... Na, hagyjátok, nem. Én napközben se tudok a munka miatt videózni, meg este se. Na mindjárt megpróbálom ezt én összeeszkábálni, meg hozok bele elemeket, bármilyen is kell bele, mert semmilyen leírás. Meg várjál, van itt, még itt kell lennie, aha. Fú, de retkes, hallod? Múltkor is beszóltak, hogy úristen, hát ilyen egy férfi, hát azért, mert valaki fiú, gondolom a mocskot nem kell elviselnie, vagy én vagyok egyedül olyan fiú, aki nem disznó. Hát én már megmerem kockáztatni, hogy ez 10 000 forintot nem fog megérni, de próbáljuk meg összerakni. Semmilyen leírás nincsen hozzá? Ó, de van hozzá! Mutatom, ti is akartok 10 000 forintot elkölteni. Leírás. Fókusz nincs. Egyáltalán ez honnan kezdődik, te? Te jószagú úristen. Valahogy így kéne ennek kinéznie. De no. Na jó, hát... megpróbálom összeeszkábálni, és vagyok. És a két lámpa reméljük egybe van. Vagy izzó. Pereg szét, esik szét. Beletört a másik lába. 10 000 forint! 10 000 forintot láttok itt. Csak... ezt please mindig tartsátok észben. Hogy most éppen 10 000 forintot tartok a kezembe. Próbálom felfogni, hogy miért csinálok én ilyeneket. Ez például most mi? Ezzel most én mit csináljak? Olyan poros, az allergiámat is triggereli. Hát én ezt gondolom így. És amúgy ez miért lesz jó, ha az át az A oldalba beleteszem. Kész. Most ez mi? Most ez mi? Csavarja az allergia az orromat. Meg ez? Itt a B megy a B oldalba. Tessék. 10 000 forintért vásároltam! Nem vagyok ideges. Ez egy jó népdal lehetne. De nem az. Jó, már van két ilyenem. Még egy ilyenem. Meg egy darabka lapom. Várj, van itt lila papír. Ez az, leesett. Wow! Hát értitek ti? Ez az. Itt gondolom csillagjegyekről van szó, mert látok kost, meg bakot. Ez elmétek MP3 lejátszó is. Halljátok? Ez a széttört valami, ez azt is tud. Na most... én ezt beledugom a gépembe, szerintem vírusos lesz a gépem, pedig lehetetlen. De próbáljuk meg elemekkel. Nem, bedugom, merész vagyok, halad, felrobbanunk itt helyben. Várjál, már kezdek rájönni, várjál. Ha ezt összeillesztem, akkor ilyen gömb lesz belőle. Nem? Megvan. Vannak rajta betűk. És a betűket összerakod. Annyi, hogy annyira műanyag és annyira gagyi 10 000 forintért. Sőt, itt nincs is lyuk! Úristen, srácok, nekem kell, be lesz. Azt az eget, igen. Ez történik 10 000 forintért. Most így hirtelen mondtam volna, hogy miért nem lehetett elküldeni ezt csak úgy egyben. Aztán rájöttem, hogy ezt még így is megtaposták. Na most gondold el, hogyha ebbe már össze van rakva, akkor ennek annyi. Na, így sem biztos, hogy be fog indulni, sőt, valamiért lehet tippelni a komment szekcióban, na. Ki szerint fog működni? Rakom, hallod? Nem, én nem adom fel. 10 000 forintot költöttem rá, úgyhogy most már szeretném látni az óceán villódzást. Vagy mit is tud ez? Óceán hullámok LED villódzással. Hallod? Ez itt valami nem jó. Aha, jó van. Kezd beállni. Mármint én is kezdek beállni, de ez is. Mire ezt összerakom? Sajátok, végig kell néznetek. Végig kell néznetek, mert a LED villódzás hullámos fényekkel. Én annyit láttam Instagramon, hogy vegyem meg, ez a világ legjobb dolga, meg olyan setupom lesz, meg olyan nők fogják a mellkasukat kivilágítni annyi vele. Amúgy már kezd búra alakja lenni. Már majdnem ott vagyunk. Figyelj! Srácok, ha én ezt most összerakom, és nem működik, akkor a videó címét átírjuk. Nem az, hogy soha ne vásároljatok random. Ez amúgy nem is random oldal volt, hanem halálra reklámozott oldal az Instagramon. Egy, bejelentjük az Instagramnak. Kettő, Ennek a videónak a címe az lesz, hogy hogyan reptes egy 10 000 forintos art. Pontosan, csak ennyire vagyok mérges. Mondtam már, hogy nem vagyok jó origamis. Igaz, amikor 10 000 forintért veszek egy lámpát, nem gondolom, hogy nekem kell összerakni. Szerintem itt hamarosan én ezt be is fejezem. Már nem fér bele a kezem, mert ezeket a kis peckeket így be kell tépned bele. Mert amúgy nem marad benne. Nem. Így 4K-ban ez a videófájl lesz, vagy 100 giga. 100 giga szenvedés. Ez lesz a címe a fájlnak. 100 gigányi Gergő szenvedés. Az utolsó. Ezt nézzétek, ezt készítettem az elmúlt 17 percben. Ez olyan, ez az utolsó, mint amikor siettek haza, mert nagyon kell pisilni. És már az ajtóban vagytok. Sokakkal megesik olykor, hogy már nem bírják tovább. Na, én is úgy érzem, hogy nem lehetne rajta még egy lyukat hagyni. Már nincs rajta fogás. Tudjátok jól, hogy én mindig azt mondom a videókban, és sokan nem fogják ezt fel, hogy ha tetszik, like, ha nem, dislike. Kérlek, most a szenvedésemért nyomjatok egy like-ot. Jó, én tudjátok, hogy mindig azt mondom, hogy nyomjatok egy dislike-ot, ha nem tetszik, de most please ne. Az ujjamat már mindjárt 5-ször vágom el egymás után, és az utolsó nem megy bele. Én mondtam. Oké. Ezt feltűntem, hogy én, hogy minden videón végén elmondom, hogy ha nem tetszik, akkor dislike. Ez feltűnt valakinek? Vagy mindig a like-vadász? Na! Like-vadász! Kész! Kész! Szétvágta a kezem. 19 perc. 19 percnyi munka. Ha nem fog működni... nagyon mérges leszek. Még ezt így a tetejébe is bele kéne építeni, de no. Most megnézzük, hogy ez a... Nem ihletem. Nem illetem. Csúnya szavakkal. Működik-e egyáltalán? Vagy felroppan? Másik végét valahova be kéne találni. Szereztem áramot. Ez be van dugva alattam. Egy konnektorba. Ha meghalok... És világít. Szóval ez egy darabka lámpa. És nem is színes. A képen színes volt. Láttátok? Nem. Nem. Ne szórakozz velem. Ne szórakozz velem. Megtaláltam a felső részét is. Srácok. Tízezer. 166 forint. Tízezer. 166 forint.